Nagy szeretettel üdvözlöm az Ezoterefere nézőit, vendégem Szűcs Károly. Hogy apostrofálhatlak, mint ez van kiadó? Ez van Karcsi, Szűcs Karcsi. Ez van Karcsi, ez van Karcsi, vetted föl, és ez lassan anyakönyvesztetve is lesz a világban. Én gondolkoztam rajta, mert ide jöttem, hogy is mutassalak be, mint jó barátomat, és aztán egy olyat találtam ki, ami nem szerénytelenség, hogy a másképp gondolkodók nagymesterének apostrofálnának, mert az elmúlt 10 évben a munkásságod annyi szellemi frissességet hoztál el, amit egyébként, hogyha hagyományos könyvkiadókat nézek, ezek még lehet, hogy 20 év múlva se érkeznének el hozzánk. És ahhoz, hogy ma lássuk, hogy igazából hogy gondolkodik ma a világ szellemi elitje, ezek a könyvek mindenféleképpen jó magamat is új gondolatokhoz segítenek hozzá. És ezért mindenféleképpen köszönet neked, és amikor ez a stúdiónk elkészült, az első között kértelek meg, hogy gyere el hozzánk, és meséld el, hogy látod ma a mai világot, hogy gondolkodnak az emberek, milyen útjuk van, és ma tulajdonképpen ez lenne a fő címünk, hogy az életünk illúzió-e, vagy valóság, hogy éljük meg ezt a mai valóságot, amiben élünk, és mi az az út, amit te javasolsz az embereknek? Jelenleg nagyon izgalmas időket élünk. Az emberiség egy része még azon az úton halad, amiben egyre jobban beleássa magát az anyagba. Egyre több anyagi javat igyekszik magának happolni, és keresi, hogy mivel tudná betölteni a benne fájdalmasan tátongó ürességet, és anyaggal kívánja betölteni. Most már nem 10 évenként cserélnek autót, hanem 3 évenként, 2 évente új mobiltelefonokkal, 1/2 évente kényeztetik magukat, egyre több és többet harácsolnak ezek az emberek, és azt hiszik, hogy így egyszer csak elérik a boldogságot. Az emberiség egy része pedig már rájött arra, hogy ez az út hová vezet. Az ember azzal különbözik az állatvilágtól elsősorban, hogy van neki egy úgynevezett fejlett mentális teste, egy elméje, amivel képes arra, hogy a múltból levont tendenciákon keresztül előrelásson a jövőbe. És látja, hogy ez az út, amerre megyünk, ez az egyre inkább egoistává váló, egyre értelmesebb ember, de az értelmét arra használja, hogy akár a többiek kárára is érvényesüljön, ez a faj kipusztulásához vezet. Most már egyre több ember előtt ez nem kérdés, hogy ez a jelenlegi helyzet nem maradhat így. Valami gyökeres változásra van szükség. Ezek az emberek ezt fölismervén elkezdik, megfordulnak, és elkezdik lebontani az egójukat, és elkezdenek egyre inkább empatikusan megpróbálni boldogulni. Ez azt jelenti, hogy olyan megoldásokat igyekeznek választani, ami jó a másiknak, és jó nekem. Tehát, mintha a két jó érzésnek a szorzatára optimalizálnánk, hogyha egy kicsit matematikával akarnék fogalmazni, amiben nem fér bele, hogy a másik kárára érvényesüljek, hanem azt keresem, hogy mi az a megoldás, ami jó minden résztvevő számára, mert csak így érzem jól magam. Már nem érzik jól magukat, hogyha valakire rátaposnak. Ezek az emberek már elindulnak az anyag világából újra vissza a szellem világa felé. Hát, ha visszaindulunk egy kicsit, Hanvas Béla jutott eszembe több szempontból. Ő azt mondja, hogy az érzékelés még nem látás. Tehát az, amit mi igazi létezésnek érzékelünk, az még az érzékelésnek egy sítja, mert aki a Nílus látja, de nem látja a földi Nílusban, hogy ez az égi
Nílus lenyomata, aki nem látja az emberben, hogy ez nem egy anyagi lény, hanem egy szellemi lény, aki tulajdonképpen a jelenlegi szerepében nagyon rosszul érzi magát, mert ő a szeretetre és a boldogságra született, ezzel szemben, hogy döngi le az anyagot, folyamatosan pusztítja, gyilkolja a földanyát, akinek ő része, mert ha megfogom a húsomat, én a földanya része vagyok, mégis anyagyilkossá lettem, és ugyanakkor érzékeli, hogy neki már ki kell törni az anyag poklából, és akik viszont az anyag hangszerén játszanak, azok nem is tudják elképzelni, hogy az anyagon kívül van más realitás. Tehát a valóság az nem anyagi jellegű, és azért illuzórikusnak tartják az idealizmus, pedig állítólag ma már az idealizmus korszakában élünk. Nagyon érdekes fölvetés. Egy valamit szeretnék leszögezni, hogy nehogy elkeveredjünk az elején. Azok az emberek is, akik jelenleg beleássák magukat az anyagba, és a tudati fejlődés azon pályájánál tartanak, ami a kollektív lélek, ugye Ádám és Éva, amikor kilépett a paradicsomból, akkor elhagyta a kollektív lelket. Ugye? És elkezdett egyéniesülni, észrevették önmagukat. Az ember egyre egyénibbé válik, és egy ponton megfordul, és újra visszaindul a szellem irányába, hangsúlyoznám, hogy nem ugyanazon az úton, ahogy idejöttünk. Tehát indulunk kollektív lélekből, a kollektív paradicsomból, megyünk keresztül egy úton, ahol egyéniesülünk, egyénekké, individumokká válunk, és az egyéni léleknek, mikor átadjuk a vezető szerepet, és elindulunk újra a szellem irányába, akkor már mint egyének fogunk a szellem birodalmába belépni. És egyénként egyszerre vagyunk egyéni nézőpontok, és vagyunk a közösség része, ami azt jelenti, hogy csak a közösség boldogulásán keresztül tudunk mi is boldogulni, mint egyének. Na, fordítsunk egy kicsit. Tehát itt a tudatosság fogalmat bevezetnénk, tehát mint egyén, a tudatosságod által tud fejlődni, az anyagból Igen. kiemelkedni, visszacsatolni a religióba, magához a szellemi lényedhez, és ott tudsz újból egyesülni a többi fejlődő egyénnel, és aki viszont Igen. nem ezt az utat járja, az marad az anyagban. Én úgy látom, hogy az is, aki az anyagban van most, és ássa bele magát, ő is fejlődik tudatosságban. Amikor eljut a tudatosságnak egy bizonyos pontjára, rájön arra, hogy nem tud boldogulni azzal, hogy mindent magának harácsol. És ez az a pont, amikor tudatosan megfordul, és az eddig építgetett egója helyett, az egó leépítésével átadja a vezető szerepet az egyéni lelkének. Az egyéni lélek bennünk van, mindannyiunkban, csak vár arra, hogy átadjuk neki a gyeplőt. És most először az evolúcióban egy tudatos lépés szükséges. Magától nem fog megfordulni az az ember, aki ül a tévé előtt, issza a sörét, és nézi a szappanoperákat. Ez egy tudatos lépés, amikor tudatosítja magában az egyre fejlődő mentális testével, az elméjével tudatosítja, hogy nem erre akarok menni, és tudatosan megfordul. És elkezdi lebontani az egóját, hajlandó fölvállalni azt az áldozatot, amivel rengeteg munkába került ezt az egót, ezt a személyazonosságot fölépíteni. Úgy kell ezt értelmezni, hogy az emberek tudatossága addig a szintig eljutott, hogy érzik, hogy az anyagba ragadás nem lehet tovább vezető út, mert ideig a karrier, a GDP, ez mind arról szól, hogy az anyagot gyűrjük, a földet gyűrjük magunk alá, és akkor esetleg úgy érzed, hogy megjelent egy új szellemiség a földön, ami a morfogenetikai mezőbe, tehát a tudatunk, a tudat alattink által elérhető mezőből lehívható már, és ezek újabb fajta információkat tartalmaznak azoknak, akik erre igényt tartanak. Pontosan így van, tehát már régebben is sokan érezték, hogy ez nem mehet tovább, de nem volt más választásuk, vagy fehér birkaként beálltak a sorba, vagy fekete birkaként lázadoztak, és akkor elbuktak. Most már viszont körülbelül 1956-tól megjelent egy újfajta rezgés a földbolygón, ezt úgy nevezi Sri Aurobindo, hogy a szupramentális, az elmén túli rezgés, és ez lehetővé tesz egy új viselkedéstípust,
amikor se nem behódolok, se nem lázadok a fennálló rendszer ellen, hanem egyszerűen kilépek ebből a rendszerből, kilépek ebből a világból, kilépek az elme, az ego világából, és elindulok visszafelé a szellemmel való újraegyesülésbe. Na most a lelkem, az a szellem egy egyéniesült aspektusa. Tehát amikor a lelkemmel egyesülök, amikor a lelkemnek adom át a vezetést, és azt teszem, amit a lelkem, a lelkiismeretem diktál, akkor tulajdonképpen a szellem felé haladok, hiszen mondhatjuk így, a lelkem az az interfész, az a képviselő, a szellem egyéniesült képviselője bennem, amihez hozzáférésem van. Sokan, hogyha odafigyelnek, meghallják a lelkiismeretük hangját. És ha ezt követik, akkor ők már visszafelé mennek a szellemi birodalomba. A lelki ismeret magyarul fogalmazva a saját lelkem ismerete. Igen. Hogyha a vallási berkekben kutakodsz, akkor azt mondják, hogy Jézus újból le fog szállni a földre. Ezt ugye nagyon félnek attól, mert mi történne a Jézus, hogyha netán a mai egyházi nagy parnaszosok elé állna, vagy a tudományos világban netán gyógyítani próbálna ebbe a világban, és akkor itt megjön az ember korláta, hogy miért gondoljuk, hogy egyfajta szeretetenergiának, vagy információnak fizikai formába kellene megtestesülnie. Mi van akkor, amiről te beszélsz, hogy 1956 óta itt van ez a rezgés, mi van, hogyha a vallási nyelven Krisztus szeretet energiája itt lenne közöttünk, és akinek füle van, az meghallja. Konkrétan így fogalmaztam. Pontosan így van. Pontosan így van. Mindannyiunkban benn van már a program. Ott van ez az energia. A mi feladatunk és felelősségünk, hogy e felé az energia felé forduljunk, és hagyjuk abba az ego, az anyag világát. Ne abba ássuk bele tovább magunkat. Képesek vagyunk most már átlépni ide. És képesek vagyunk meghallani a lelkiismeretünk hangját, és elindulni a lelkiismeretünk követésében. Kövessük őt, ő megmondja, hogy mit kell tegyünk, és az biztosan nem az lesz, hogy saját embertársunk kárára próbáljunk érvényesülni. Jelenleg fontosnak tartom, két típusú ember van. Az egyik már hallja a lelkiismeretét, és azt követi, a másik még igyekszik belemerülni az anyagba. És egyre többen vagyunk, akik már megfordulunk, és haladunk újra a szellem irányába. Két érdekes fogalmat szeretnék tisztázni a nézők kérésére, most néző vagyok. Ugye azt mondjuk, hogy ki a spirituális ember, akinek belső intuíciói vannak, belső hangocskái vannak, de már meghallja, ettől lesz ő spirituális ember, ez az egyik gondolat. A másik az, hogy az évszázadok, évezredek során folyamatosan egyre újabb információ érkezik ide a Föld bolygóra, hogy honnan, meg miképpen ezt most ne tárgyaljuk ki, de addig, amíg ez az információ nincs meg ebben a nagy közös tudatmezőbe, amit egyébként mindjárt elér, addig ezt az információt nem is tudjuk felhasználni. Többször elmeséltük már a morfogenetikai mezővel kapcsolatban a majmok példáját, hogy Borneo-szigetén pucolják a banán, másik helyen megtalálják, vagy Bújai Farkas Lobaszovszky esete az euklidiszi geometriával, hogy előbb jelentette be Lobaszovszky egy órával, mint Bújai Farkas, mert az ő elméjük erre volt kihegyezve, és amikor megjött az információ, megjött nekünk az információ, minél előbb hangolódunk rá, annál előbb tudjuk ezt közzétenni és a többieké. És addig mi nem tudtunk tudati szinten emelni, amíg erre való információ nem jelent meg a bolygón. Te is így értelmezed, vagy? Igen. Így értelmezed. Igen, így van. Nagyon fontos, hogy mindannyian tulajdonképpen hidak vagyunk. Hogyha eléri valamelyik közülünk azt az információt, amiről beszéltél, és lehozza a földre, akkor a többiek számára már könnyebben válik elérhetővé. Jön a következő, ő is lehozza, ő is mondjuk kiszáll az egoista játékból, és elindul a szellem felé, a többiek számára még könnyebb lesz, és még könnyebb. Minél többen váltjuk le az egónkat, és választjuk vezetőnké a lelkünket, annál könnyebb lesz a környezetünknek. Ezért szoktam mondani, hogy ez a legtöbb, amit tehetünk a szeretteinkért. Ezt hívjuk tulajdonképpen paradigmaváltásnak, amikor a kritikus tömegen túl egyre több ember meghallja azt, amit mondjuk az a 100 000 ember hall.
Teljesen igazad van, de én még azt mondom, hogy még a 100 000-ig se kell elmenni. A 100 000, a kritikus tömeget elérjük, akkor hirtelen mindenki számára triviális lesz. Amíg a kritikus tömeg felé haladunk, addig is fontos, hogy minden egyes új emberrel, aki belép, az és hitként hozza le az információt, az összes többinek könnyebb és könnyebb lesz ezt választani. Amiről te beszélsz, az lehet, hogy egy ideig mindenki számára triviális volt, magától értetődő, hogy a Föld lapos. Egy ember kitalálta, rájött, hogy a Föld nem lapos és gömbölyű, és jött egy hirtelen egy következő, és egy ponton már mindenki tudja, hogy a Föld gömbölyű. Ezt gyakorlatilag nem kell tanulnia. Másik példa, a gyerekem egy új valamilyen készüléket kap a kezébe, legyen az egy mobiltelefon vagy valami, 100-szor olyan gyorsan megtanulja kezelni, mint én, mert ő már ott él, és azonnal... Mert ő digitális, de meg még analóg vagy. Igen, azonnal eléri azt az információt. Minél többen választjuk vezetőnknek a lelkünket, és mondunk le az anyagi világ káprázatáról, öröméről, ezek a sekélyes öröm árnyékok, amikben élünk, a szeretet árnyéka, amiben élünk, erről lemondunk és fordulunk az igaz szeretet felé, annál könnyebb lesz mindenkinek, míg egyszer csak elírjuk a kritikus tömeget, ezt én 100 000-ben gondolom, hogy van. A könyvekben is így van élni. És akkor hirtelen mindenki számára triviális lesz, hogy nem érdemes a másikat letaposni, hogy nem megyek Afganisztánba, akármennyit fizetnek, kiirtani a polgári lakosságot, mert semmi dolgom a világ másik végén, hanem befelé figyelek, és magammal foglalkozom. Nem akarok senkit sem bántani, nem akarok az ő kárára érvényesülni. Ez egy ponton triviális lesz, és nem lesz a Földön olyan ember, akinek nem lenne ez magától értetődő, és ebben a pillanatban nem kell semmiféle kerítés, semmiféle törvény, semmiféle rendőr, mert megszűnik a bűnre való igény. Tehát nem illúzió lesz, innentől lesz valóság. Igen. És ezt hívjuk mi a gondolat csöndes forradalmára. Csöndes, igen. Csöndes forradalma, mert nem a médián keresztül megy, mert az anyagi világot uraló erők kezébe van, és pontosan a médián keresztül programoznak nap mint nap. Igen. Nem látsz olyan filmet, ahol nem a pénz uralja az egész életedet, világodat, és amíg ettől nem tudsz megszabadulni, tehát hiába vagy doktor, orvos, bíró, öt nyelvet beszélsz, ha ettől nem tudsz megszabadulni, addig nem tudsz tovább lépni. Így van. Én nem a kormánytól várom a kezdeményezést. Az emberektől várom a kezdeményezést, magamtól várom a kezdeményezést. Ha rendet rakok magamban, belül rend van, tudom, hogy mi a pénz és kit kellene, hogy szolgáljon, akkor ennek megfelelő vezetőim lesznek, kormányom lesz, és ennek megfelelő környezetem lesz. Tehát újra hangsúlyozom, ne a kormányt akarjuk megváltoztatni, mert ezt a kormányt, ezt mi hoztuk létre, ezt a Nemzeti Bankot mi hoztuk létre. Hogyha nem változtatunk magunkban, akkor újra ezt a helyzetet fogjuk létrehozni. És mi ez a változás? Ne kívülre tekingessünk, hogyha pénzre van szükségünk. Vegyük a kezünkbe, és bocsássunk ki egy ilyen pénzt, és fogadjuk el a másiktól. Miért kell nekem egy állami garancia, hogyha veled akarok cserélni? Nem kell. Létezik a bizalom. Megismerem a másik embert, bízom benne, és elfogadom az ő munkavégzési ígérvényét, mert tulajdonképpen a pénz emögött, a papír mögött nem kell, hogy arany álljon, az egy hamis dolog, egy munkavégzési ígérvény kell, hogy álljon. Hogyha bemutatom akárhol ezt a pénzt, kapok érte cserébe munkavégzést, és ezt utána mindenki el fogja fogadni, állami garancia nélkül. Hát akkor ez lenne itt a zárszó. Tehát, hogyha ezt Magyarországon valaki megmeri lépni, akkor ne otthon üljünk a kis foteljénkbe és nézzük, hogy sikerül neki vagy nem, hanem embergyűrűként fogjuk körül, ez most szimbolikusan értettem, és védjük meg az önálló magyar pénzt és az önálló magyar államot, mert úgy érzem, hogy a mai világban ezen áll vagy bukik a magyarság sorsa. Egyetértek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hamarosan visszavárunk. Köszönöm. Önök az Ezotere Fere aktuális számát látták. Nézzenek minket itt a Viva Natura adásaiba hónapról hónapra. Viszontlátásra!